A felvonuláson az óvis gyermekek Szabóné Szentesi Mária tagóvoda vezetővel az élen vonultak. Az eseményen részt vett Szepesi Tibor polgármester és Balajtiné Sütő Margit intézményvezető helyettes is. Nagyon várjuk már az óvisokkal a jó időt. Téltábornok egy kicsit még kekeckedik velünk, hiszen tegnap gyönyörű tavaszi idő volt, ma pedig még megmutatta az erejét. Nagy örömömre nagyon sokan eljöttek a mai télűző farsangi felvonulásunkra. Megtisztelt minket polgármester úr is, ő is segített a télűzésbe, intézményvezető helyettes asszonyunk, és hát a kiskulcsosi iskolások, pedagógusok, igazgatóasszony, és nagyon sok szülő, nagyszülő, érdeklődő eljött erre a különleges felvonulásunkra. Fogalmazott az óvoda pedagógus, aki elmondta, a felvonulás mellett az óvodában, a csoportokban jelmezes bemutatkozás, vidám játék, móka is volt. Az egész délelőttünk a Farsang jegyében telt el. Ez a jellegzetes nap, ugye Mátyás napja van, jégtörő Mátyásnak is hívják. Délelőtt csodaszép jelmezekben érkeztek a gyerekek. Nagyon vidám játékos délelőttöt tartottunk már nekik, táncoltunk, mulattunk, versenyeztünk, ahogy illik ilyenkor, vigassággal telt a délelőtt. És elindultunk az óvodától, nyilván fel kellett töltözni a gyönyörű jelmezeket, nem tudjuk most itt megmutatni, de nagyon örülök, hogy sokan eljöttek, és nagy hanggal próbáltuk elűzni a telet, hiszen már az én hangom el is ment. Fúj, szél, meleg, szél, jön a tavasz, fut a tél. A felvonuló gyerekeket a télűzés után az óvodába visszasétálva farsangi fánk várta az ebéd mellé.